Jó reggelt mindenkinek, srácok! Jó reggelit! Na, azt kell mondjam, Jani, hogy így az elmúlt percekben azért sikerült felébredni. Felébredni. Én úgy gondolom. Mindenki egy kicsit olyan komótosabban indította a napot, kicsit borongósabb az idő, kicsit hűvösebb van. Ahogy most jön a hideg front. Igen, esőre áll. Igen. Ahogy szokták mondani, és stb. Úgyhogy egy kicsit úgy lassan indult a nap, de ugye mindannyian megérkeztünk az irodába, és sikerült két mondatot váltani ugye a tegnapi PlayStation State of Play-ről, és mindenki felébredt. Mindenki felébredt, feltüzesedett az összes létező hangulat, kinyíltak a szemek, helyreállt a vérnyomás, pulzusszám, minden, amit el lehet képzelni. Ugye én azt gondolom, hogy így most az elején, nem mondtuk hosszan, mert igen, nem is mire, hosszan beszélgettünk az elején erről a PlayStation State of Play-ről. Ugye tegnap este volt ez a State of Play. Minden PlayStation megmozdulásra ugye a rajongótábor ugrik, azért, mert nem is tudom, a modkar volt pont kint, azt hiszem VCG-n, hogy 500 valahány napja nem volt showcase. Aha. A PlayStation-nek, csak ezek a State of Play-ek, és ugye mindig nagyon várják a first party exkluzív címeket. Na most az ilyen embereknek nem tudok mit mondani, tehát minden State of Play előtt ki van írva, hogy mi lesz benne. Igen, igen, igen. Tehát ha van valami fair dolog, amit lehet mondani a PlayStation-nek, az az, hogy, azt csinálták, amit mondtak. Szóval, a lényeg, tegnap volt a State of Play, egy ilyen 45 perces előadás volt, azt tudtuk róla, hogy lesz PSVR, azt tudtuk róla, hogy lesznek third party játékok, és azt tudtuk, hogy lesznek, vagy lesz egy hosszabb gameplay áttekintése a Suicide Squadnak. Megmondom őszintén nektek, hogy egy eléggé lelombozó esemény volt ez a tegnapi. Én komolyan, tudjátok, hogy Twitteren ott szoktam lenni, amikor ezek vannak, és nem közvetítjük, vagy nem másnap nem nézzük meg Janival őket, és akkor általában meg szoktam osztani, ami nagyon tetszett, vagy valami ilyesmi, hogy tudjanak róla az emberek, és nem sikerült. Tehát, hogy így én nekem egyszer nem volt az, hogy na, bazd meg, most mit tudom, én ezt kiírnám, mert amúgy ez tök menő. Én megmondom őszintén, hogy és ez sem a legjobban, és itt egy kicsi zárójeles dolgot hozzátennék, mert tudom, hogy az emberek szeretik kisarkítani az ember véleményét a dolgokról. Nekem a PlayStation VR 2-es rész nagyon lelombozó volt, megmondom őszintén. Sokan azt hiszik, hogy én nem szeretem a VR-t, meg direkt beszélek ellene, meg bla 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 bla, szó sincs róla. Én iszonyatosan várom PlayStation VR 2-nket is, meg iszonyatosan várom, hogy az legyen a legjobb dolog a Földön a VR, de ez nem az volt. Az, hogy még mindig ugyanaz van. Ugyanazt látjuk, minden ugyanarra a shooting, vagy climbing, vagy mit tudom, milyen mechanikára épül. Egyszerűen nem hiszem el. Igen. Mondja, Jani. Jó. Semmi gond? Ne, az basztos! Nem baj? Azt is basztathatod, nekem aztán teljesen mindegy. Várj egy kicsit, már is megoldom. Alig volt már ilyen is, nem? Amúgy tényleg. Most már nem fagyott le. Úgy, hát attól függ, mit nevezünk fagyásnak, érted? De nem, de ez tényleg, most ez már olyan rég volt. Mindjárt meglátjuk. Igen, erre gondoltam pont. Már is. Milyen érdekes, nem, hogy eddig egy szó se esett a State of Play-ről szinte a chatben. Most meg rögtön. De most már reagálnak az emberek. Igen. Jaj, várj már! Rosszat húzták, igen. Mindjárt kihúzom a másikat is. Ennyit szóltuk a... Ez az... Na mindegy, szóval... igen, ez is jelöl valamit. Ne, de ez mostában rég nem volt, de most jó. Igen. Ott is van. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy... Hogy engem nagyon lelambozott a PlayStation VR. Mondom, egyszerűen nem hiszem el, hogy nem lehet előrelépni ebben az egészben. Nem tudom, főleg volt tényleg egy-két olyan demo, amit nem értettem, hogy lehet megmutatni. Igen. Tehát, hogy igen. Azok olyan, Oculus Rift-re régen, mint én 5 évvel ezelőtt is jobb játékok voltak, mint amit mutattak. Ugyanazok az ilyen clunky mechanikák, ugyanazok a problémák voltak. A Founders-ös... vagy Foundation-ös igen. Demo, az is... Igen, az is rengeteg hibával volt tele, beakadásba, stb., úgyhogy valami elképesztő. Amikor a demót mutatják, akkor ne olyat vágjanak már be, amikor nem tudja letrekkelni pontosan a kezedet. Igen. És tudod, így látszott, hogy így remeg. Igen. És, nem tudom. Szóval az a szekció nekem nagyon lelambozó volt, bárcsak nagyon jó lett volna, én nagyon vártam valami nagyon nagy durranást ott egyébként.
és így is azért volt benne, nézzétek, azt hiszem a második demo már egyből ugye Green Hell volt, ami már egy létező játék VR verziója. Szóval, na mindegy, lelombozott. A third party gémekkel én nem tudtam mit kezdeni, arra gondoljatok. Úristen. Nyugodtan nézzétek rosszul, csúnyán rám, egyszerűen nem, tehát a nekem a Humanity volt az, ami kibaszta. Hát a Humanity az gyakorlatilag egy modern Lemmings, igazából, én hogyha belegondolsz. Nekem olyan érzésem volt, mint hogyha valaki tud így az Unreal Engine-ben rátalált volna, hogy van a karaktermodellek, és így csinált belőle nagyon sokat, és így, de jó, bazzeg, lehet őket irányítani. Mivel irányítsuk őket? Egy kutyával. Nem tudom. Egyéni koncepció, érted, de nem egy PlayStation State of Play-en hát mutatom meg, hanem nem. Ez egy ilyen Steam, és így nagyon sokáig teljesen. Mutatták, én azt mondom, csodálkoztam. Sokáig mutatták, igen. Ja, igen. Az is ott volt, akkor ott volt a Furry zenekar, gimi szimulátor, nem tudom, túl kellett lépni ezen, nem tudom. Úgy éreztem, hogy az egésznek a Suicide Squad gameplay volt a lényeg, és így még mellé raktak valamit, hogy ne csak az legyen. Nekem a legjobban, és tudom, hogy ez nagyon durva lesz, de a Street Fighter 3 új karakter tetszett. Melyik? Hát a Street Fighter 6-nak az új karakterei. Azt hiszem, az egész előadásban legjobban, legalább a történt valami. Egyébként az kurva jó volt. Nekem nem az volt a csúcspontja az előadásnak, csak itt van a gond. Nekem a Baldur's Gate 3-nak a kiadási címe volt a csúcspontja a PlayStation, csak hát ugye hát az nem feltétlenül egy PlayStation. Igen. De amúgy a Street Fighter az nagyon kurva jó néz ki. A játék pörög, és Kemi kurva jó most is. Iszonyatos az. Meg jól sikerült a karakterna. Jó, örülök, hogy tetszik. Jól sikerült. Örülök, hogy tetszik. A Resident Evil 4-et annyira nagyon nem tudtam így kiemelni, mi ugye tudtuk, amit tudni kellett róla már egy jó ideje, meg az már be volt jelentve ezer éve, úgyhogy azzal kapcsolatban senki sem volt izgatott. Gondoltam egyébként, hogy tehát már amikor elkezdett az esemény, már gondolkoztam rá, hogy Twitterre kiírom, hogy így kívülről, hogy PSVR, Destiny, Resident Evil, Street Fighter, tudod, hogy ezek biztos, mert hogy amik megvoltak, azt még egyszer meg kell mutatni. Igen. Szóval engem nagyon-nagyon lehangolt. Az egész dolog, pedig tudjátok, hogy állok a PlayStation-nál, meg mennyire várom én is az ottani nagy gémeket, tudtuk, hogy nem lesz first party, de talán én is azt gondolom, hogy ennek inkább negatív hatása volt ennek a State of Play-nek, mint pozitív hatása. Majd az Aputest podcastben is beszélgetünk érintőlegesen a Suicide Squadról és a Suicide Squad gameplayről, mondom, nem akarok sok időt itt elcseszni, mert egy csomóan se tudják, mi az, de én tegnap beszéltük Janival is így pár szóban, hogy én nagyon aggódtam emiatt a játék miatt. Azért, mert ugye elhangzott az elmúlt fél évben néhány dolog arról, hogy milyen lesz a játék, és ez engem borzasztóan elszomorított, mikor megtudtuk, hogy ugye ez a hiába Rocksteady, hiába az Arkham Universe, mert ugye ugyanaz a Universe, igen. Meg minden, tudod, így oké, és aztán elkezdték mondani ezt az online co-op, Battle Pass, Always Online, meg a gameplay, meg minden, hát engem nagyon elkeserített, engem amit láttam belőle, mindenki meg fog nézni ettől függetlenül a játékot. Hát egy streamet megér. De borzalmasan néz ki a játék, vagyis, hogy nekem a gameplay nagyon-nagyon nem tetszett. Én nem tudom, láttátok-e, szerintem unalmasok a helyszínek, unalmasok, ahogy az enemiket elhelyezik az utcán. Mindegyik karakter ugyanazt tudja csinálni, tényleg. Nem tudom, nekem nagyon lehangoló volt egyébként az egész, de mondom, biztos van, akinek bejön. Én mondom, más elvárásokkal vágtam ebbe bele. Uh-huh. Én azt mondom, hogy mondom, inkább majd az Aputest podcastbe kibontjuk a dolgokat, de mármint úgy értem, hogy így részleteiben, de ne legyen igazam azzal kapcsolatban, hogy mi lesz ebből a gameből. Figyelj, Pisti, most olyan, hogy ez már halott játék. Tehát, hogy még meg se jelent. De már most az. Biztos fognak belőle eladni, mert miért nem, mert biztos vannak rajongója a DC Universe-nek, úgyhogy biztos lesz eladás, de ez egy ilyen... Amit ígértek a fejlesztők, ezt hosszú távon fogják támogatni, nem fogják, szerintem. Én nem fogja megérni, arra gondolsz? Nem fogja megérni. Nem tudom. Én mindig bízom abban, hogy tudod, már, tehát vannak játékok, amikkel szintén nem tudom elképzelni, hogy játszanak emberek, és mégis, hogy biztos lesz amúgy egy játékos bázis benne, mondom. Hátha jó lesz. Hátha jó lesz. Na mindegy, úgyhogy zavarva ejtő volt. Örülök neki, hogy úgy döntöttünk, hogy nem streameljük ezt az eseményt, mert valahogy éreztem. Mindig szoktam érezni egyébként ilyenkor, amikor így előttem, hogy valami nem lesz jó itt. Ja. Úgyhogy ez most olyan lett, amilyen. Nem volt túl jó ez az esemény. Hát ilyen is van. Még mindig látszik a csetünk, ugye? Igen, jó. Látszik. Ilyen is van amúgy. Én megmondom őszintén, hogy nem is azt mondanám, hogy lehangoló volt, inkább fura volt, hogy olyan dolgokat mutattak be, amit szerintem nem értem. Igen, meg. Nincs még kész, vagy nem annyira vonzó. Igen. Na mindegy, az emberek... Jobb lett volna, hogy tudod, kiadják a trélereket. Igen. Esküszöm. Még igen. Az is jobb lett volna, mint hogy ennek egy külön eventet csinál. Igen, én is úgy éreztem, hogy felesleges volt talán ez az egész dolog.
nem tudom, mit mondani, ők tudják. Az emberek ilyenkor agyban megmérgeződnek, nem tudom, én néztem ugye a chatet, meg ilyenek. Most állítólag van olyan, hogy PlayStation fan, hallottál-e ilyenről? Én nem tudom, tehát én úgy gondolom, hogy vannak emberek, akik szeretik a videójátékokat, meg vannak, akik nem, és így ennyi általában a gamingnek erről kéne szólnia. Szerintem nem sérült a PlayStation brandettől a dologtól, de ez nem volt egy jó esemény. Ja, persze, hát most ettől függetlenül nem ezek határozzák meg a PlayStation. Igen, hát most ugye volt ez a, volt ilyen Xbox-os esemény, sok dropolták ugye a Hi-Fi Rush-t, meg minden. Uh-huh. Gondolom ez Nintendo esemény volt, gondolom erre fel ők is csináltak valamit. Gondolom. Valami gondolom. Ilyesmi. Szerintem így is csoda, hogy a Suicide Squad-ot oda tudták passzírozni, hogy legyen valami exkluzív cucc, ami tényleg olyan, ami máshol nem volt még. Na mindegy. Úgyhogy ez van. Én úgy gondolom, hogy az E3 környékén majd kapunk a first partikból. Nem lesz egy normal showcase. Igen. De a gaming hír tegnapról az már csak az, amit ragyog a szemem, hogy tehát most már 100%, hogy a Mortal Kombat 12 valós, és idén jön. Na, én ilyenkor mindig úgy mosolok egy kicsit, mert nem tudom, az egy esemény mindig. Olyan tudod, mint az új Call of Duty, vagy nem is tudom. Ja. Tudod, hogyha új Mortal Kombat van, és az biztos, hogy az E3 környékén lesz bemutatva egyébként, akkor mindig boldog az ember, hogy így Mortal Kombat nézzük, meg próbáljuk, yes! Mert az egy király dolog, meg bizony az összes kivégzés, meg nem tudom, tehát az egy esemény. Hát meg ugye jön az új Street Fighter, szóval valami kell. De az nagyon hamar, hát az hamar jön. Amúgy egész sok megjelenési dátum volt a tegnapi eseményen ahhoz képest. Igen. Na, ennyit a videójátékokról. Emellett volt két érdekesebb filmes hír is, hogyha érdekelje az embereket még ez a dolog. Mindkettőt igyekeztem megosztani. Az egyik az, hogy ez már nem csak pletyka, az egyik biztos, a másik csak végigmeddig pletyka, ez a pletyka, de nem csak pletyka, hogy elvileg a Hogwarts Legacy sorozat készül. Ja, igen. Tehát, igen. Már mozgolódásban van, szerintem nem kellett meglepődni, vagy nem kell ezen meglepődni. Ugye a Warner Brothers-nél készül, több mint valószínű, hogy HBO Max-re, mert hát mire másra, ugye a Warner, és ott lesz elvileg Hogwarts Legacy sorozat, in development, az azt jelenti, hogy még most ugye írják, meg találják ki, hogy mind merre, de szerintem egy-két éven belül valószínűleg várható ez a dolog. Majdnem biztos voltam benne, hogy ezt meg fogják ülni, ezt a dolgot. Ugye tegnap kikerültek a sales figure-ök. Több mint 12 millió példányba kelt a Hogwarts Legacy. Na most, elmondom, hogy miről van itt szó, mert az a baj, hogy itt súlyos problémák vannak az emberek fejében. Tehát ugyanúgy, ahogy a pornófilmeknél, horrorfilmeknél, híradóban, mindenhol, az inger küszöbben az embereknek megmozdíthatatlan, nem tudja befogadni ezt a dolgot. Azért nem, mert tegnap reggel írták, hogy 20 millió kelt el az Elden Ringből. Igen. Na most csak így mondom, hogy ha mondjuk, mit tudom én, egy first party title-ben el kell mondjuk 3 millió példány, az már kibaszott durva. Hogy ne, egyébként, ha 5 millió példány kell belőle, az már ilyen egészen kivételes. Ha túlépi a 10 milliót, az már ilyen... Hát az ilyen már a legjobb játék. Az már a legjobb játékok között van. 12 millió példány ennyi idő alatt, és még hányan fogják megvenni ezt a kurva játékot? És most jön meg ugye az előző generációs konzolokra. Mert még a Switch-re van nyáron? Igen, azért mondom, hogy ez rengeteg eladás lesz. Iszonyat. Tehát a God of War Ragnarök az egyik legjobb játék, ami valaha készült, 12 millió eladott példány számmal. Nagyon durva. Mondjuk az azért komoly, mert az exkluzív game. Hát igen, de igen. Az benne van. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy ez egy óriási szám, 12 millió példány egy videójáték eladásban. Tehát nem olyan régen, hogyha visszaemlékeztek rá, a 2000-es évek elején az ilyen 1 millió volt az ilyen a eladási példányszám, az ilyen target, hogy az már a godlike. Igen. Ez van, és csak azért mondtam el, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt meg akarják ülni, és ezért is ugye tovább fogják fűzni. Most ugye úgymond újra begyújtották ezt a Harry Potter lángot, vagy hát ezt a Universe, nem tudom, minek mondjam, és most ezt meg fogják ülni. Biztosan, el is hiszem. Úgyhogy ez volt az egyik hír tegnapról, a másik pedig, milyen érdekes, ugye pont mindig azt szokták mondani, hogy mindenek van egy ilyen másik oldala, nem tudom, miért másik oldal lesz, de tudjátok, ez az mióta megjelent, hogy a New Line Cinema gyakorlatilag már így röghöz kötötte, mert az Embracer Group-tól megvették, vagy áthúzták a jogokat, hogy készülnek az új Gyűrűk Ura filmek, ez többes szám,
egyébként, hogy készülnek az új Gyűrűk Ura filmek. Annyit tudunk, hogy, hogy a New Line Cinemás régi vezetésből, akik annak idején azt a három filmet támogatták, amit ugye Peter Jackson rendezett, ők visszatérnek bizonyos pozíciókba, ugye itt a háttérben, illetve annyit tudunk az új Gyűrűk Urás cuccokról, hogy semmi köze nem lesz az Amazon sorozathoz, nem reboot lesz, és semmilyen szinten nem fog sem ráépíteni, se belenyúlni az előző filmekbe. Ez egy jó döntés amúgy. Abszolút. Ez nagyon tehát jó az döntés. A lényeg, hogy valószínűleg a Gyűrűk Ura, vagy a Középfölde Universe-ben fog játszódni ez a néhány film, ami készül úgy, hogy nem fogja érinteni azt a korszakot, amiről a filmek szóltak, és nem az Amazon csinálja. Úgyhogy ennyit erről. De ez jó, ez jó. Jó hangzik így. Ennyit erről. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nyilván most sose lehet tudni, szart lehet csinálni bármiből, de tényleg bármiből, erre azt azért így bebizonyították már nagyon-nagyon-nagyon sok esetben, de az előjelek legalább pozitívak abból a szempontból, hogy legalább így az alapvonalak, amiket meghúztak. Figyelj, az a universe, hogy simán elfér ott annyi sztori, bármit ki lehet találni, tök jó. Mindenféleképpen. Nekem nagyon tetszik az ötlet. Igen. Én szinte biztos vagyok benne, hogy egy ilyen előzmény történetek lesznek. Vagy valaki végre Mindig valaki végre megfilmesíteni a Shadow of Mordor-t. Oké, hogy az alternatív, de... Hát de akkor is. Az menő lenne amúgy nagyon. Abba hagytam. Igen, valószínűleg olyan soha nem lesz. Hát reméljük, hogy nem éljük újra a Star Wars esetet, és lesznek jó dolgok. Hát meglátjuk. Meglátjuk. Igen. Igazából a recept maga az nem lenne rossz. Itt a kérdés mindig az, hogy a piac stratégia mit diktál. Tehát, hogyha úgy gondolja a stúdió, hogy elég ilyen hardcore rajongó van, akkor mondjuk tudnak csinálni egy Silmarillokat. Úgy, hogy olyan legyen, amilyen, és ugye a köztes dolgokat kitöltve, úgy konzervatív dolgokkal. Most nem a karakterválasztásról gondolok, hanem hogy nem mész nagyon messzire egy sztoriba. Na most én szerintem ebből nincs sok. Vagy nincs olyan sok, mint amennyit szeretnének, vagy amennyibe kerül egy ilyen film. Érted? Úgyhogy itt muszáj lesz szerintem azért színesíteni a dolgokat. Valószínű. Most még egyszer nem a karakterekre gondolok. Tehát, hanem full saját sztorit írnak. Igen, tehát én azt nem gondolom, hogy a Silmarillokhoz hozzányúlnának így konkrétan, hanem valami ott körül játszódó valami dolog, mert az a baj, nem tudnák eladni. Jó, hát valamihez kell ragaszkodjanak, igen. Igen, de azért mégis. Igen, de nem tudnák eladni, az a száraz, ott vágni kell, nem, tehát na. Én inkább azt igen, csinálnám. Ha belegondolsz, egy átlag nézőnek is számít az, hogy tudod, hogy valami alapján azért, hogy igen, valami köze igaz. Van egy írott dologhoz. Ez igaz, csak tudod, egyből az jut az eszébe az embereknek, hogy Silmarillok. És a Silmarillok azért nem egy koherens történet. Ott abból nagyon nehéz lenne szerintem filmet csinálni, max. Így a hardcore rajongóknak. Én annak örülnék a Gyűrűk Urával kapcsolatban, hogyha úgy dolgoznák fel a következő filmekben, ahogy azt javasoltuk a Star Wars-zal kapcsolatban is, hogy óriási az univerzum. Óriási az időintervallum. Amit átölel, vagy átölelhet. Hogy tehát full idegen karakterek legyenek, akikről sose hallottunk, aha. Aki nem az unoka bátyjának, az unoka öcsének, a nem tudom ki-e, hanem full ismeretlen karakterek. Egy mit tudom én, tudod, hogy tehát a Gyűrűk Ura nagyon jó cucc, érted? Ugye azt mutatják meg, tudod, hogy miközben Frodóék ott voltak a végzett hegyén, akkor közben, tudod, Bihar nagybajon mellett a konyhában mit főzött Jolika, igen. Én megnézem. Ja, pontosan. Tehát nincs ezzel gond. Csak ne mutogassad, hogy meg ne próbáld meg, ne magyarázd meg, hogy valójában Frodónak az anyja volt Bilbo, meg ilyen dolog, nem kell. Nem kell ez a lófasz. Van ott egy csomó minden, amivel szerintem lehet foglalkozni, szerintem a Star Warsnak is ezt tett volna jót. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van miből dolgozni szerintem. Kérdés, hogy ugye, mert ugye nem teljesen hülyék egyébként a Hollywoodban sem, és ugye azért nem tudnak elszakadni a régiektől, mert ugye az minél több embert vonz be. Igen. Mert most igen. Nem az van, tudod, hogy most mindenki elolvassa a könyveket és várja az új filmet, hanem kell neki az a trailer, tudom ki! Tehát, hogy érted, ez van. Igen. Ez van. Szóval ezek az, nagyon érdekes dolgok. Tudod, ezek a sztorikán nagyon jól működik, hogy mondjuk van egy karakter, ami úgymond kapocs a régiek között. Igen, hát olyan is előfordulhat. De azok szerintem tök jól működnek. Igen, úgyhogy biztos, hogy nagyon el fog szakadni, legalábbis én nagyon-nagyon remélem. Én nagyon-nagyon meglátjuk. Remélem. Meglátjuk. Hogy jó lesz ez a dolog. Meglátjuk. De minden esetre azért izgalmas, hogy... Azt is úgy Gyűrűk Ura film lesz, Pisti, nem lett annyira rossz. Nem csak emlékszel, mondtam neked az elmúlt néhány évben, hogy mennyire furcsa
dolog ez, hogy visszatértek a single akciófilmek, a mozikban Terminátor van, Godzilla, ja, ja. Minden, most nézd meg, Harry Potter van, Gyűrűk ura van, ezek rendesen a 90-es évek és a 2000-es évek elejét éljük, az meg már ez 5.-6. éve. Igen, nehéz új sorozatot létrehozni. Igen, és hogy ugyanazokat látjuk, hogy jönnek vissza a hál az égnek egyébként, én örülök neki, de nagyon retróba vagyunk. Nagyon, nagyon, nagyon. Iszonyat durvá retróba, amennyire retrónak ezt lehet nevezni. Uh-huh. Mert igazából én ezt inkább nevezem retrónak, mint az annál régebbieket, mert az már inkább klasszikus, vagy nem igen. is tudom, hogy mondjam. Igen, igen. De minden esetre érdekes. Minden esetre érdekes, én örülök neki. Uh-huh. Én örülök neki, hogy ennyire retrózunk mostanában. Mondom, ez az elmúlt sok év, ez tényleg erről szól. Halloween-t nézünk a moziba, meg mit hát tudom. Figyelj, nézd, biztos úgy van vele a stúdiók, ami teljesen logikus, hogy amíg van rá kereslet, és ezek így felkeltik a figyelmet, és uh-huh. megírja mindenki, hogy hozzányúlnak ezekhez a témákhoz, addig biztos, hogy működni fog. Igen. És van benne pénz. Abszolút. Igen, tudom, hogy biztonsági játszma, viszont én meg is értem ezt a dolgot, hogy az, illetve emellett, hogy biztonsági játszma, látszódik, hogy az internet, a kis buborékok, a közösségformálódások okán, és a maga így összességében a geek kultúrának a burjánzása, vagy most már igazából nagy térhódításnak is lehet nevezni, hova vezetett. És amellett, hogy biztonsági játszma, amellett nagyon jól látszik, mert ugye ezeket a piacokat folyamatosan kutatják, hogy az ilyen 80-es évek vége, 90-es évek elejé gyerekeknél mennyire komoly a fandom. Tehát hogy a nosztalgia, meg a gyűjtés, meg a régi dolgok, meg a klasszik cuccok iránti, ez egy trend. Ja, ja, ja. És ugye most ők értek be, a felnőtt fizetőképes közönség. Igen. És egyértelmű, nekik csinálnak filmeket. És nekik csinálják a filmeket. Akiknek a gyerekkora erről szólt, igen. azok most lettek annyi idősek, mint mi mondjuk. Igen. Ja. És ezért volt gyakorlatilag tökéletesen időzítve a Hogwarts Legacy. Például, mint játék. Igen, igen, igen. Ez igen. sem volt véletlen egyébként. Hogy így telibe időzítették azt, hogy ugye volt egy átfordulás igen. így a 2000-es évek elejéről. Hát igen, akinek a gyerekkora Harry Potter. És hát úristen, hányan vannak? Azok ilyetlen a 20-as éveik végén, 30-as évek elején járnak, ja. Igen, tehát ez így működik. Ez ilyen. Így ebből a szempontból, hogy ezeket általában direkt csinálják, de mondjuk itt biztonsági játszma is van benne, mert ugye ami egyszer bejött, stb. De így használják fel. Így ez a körforgás. Uh-huh. Egyébként más időszakokban próbálkozhatnak ilyen dolgokkal, de nagyon nehéz. Nehéz, persze. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ezért van az, hogy például ugye kifejezetten a Cinematic Universe-re gondolok, nem pedig a képregényekre, hogy a Marvel ezért hozott egy jobb döntést, mint a DC alapból, vagyis hamarabb hozta meg a jó döntést, hogy ők nem a nosztalgiára játszottak rá, hanem teljesen újat építettek. És a válasz arra, hogy lehet-e új universe-t építeni, az az. Azt lehet. Igen, igen. Mert igen, azt igen. megcsinálták. Igen. Mert aki azt gondolja, hogy ez az MCU azért lett akkora nagy, mert annyi sok képregényre jöngó néz filmet. Hát úgy kíváncsi lennék az MCU-s közönségre, hogy hányan fogtak már füzetet. De most ez nem egy ilyen elitista hozzáállás, ez jó dolog. Már felfogta, hogy nekik új közönséget kell építeni. És azt is építettek. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon jól. És a DC nagyon későn próbálkozott ezzel, és nem hagytak teret neki sajnos teljesen. Hát nem. Nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, de pedig lehetett volna az is jó. A DC? Uh-huh. Igen. Hát lehetett volna, csak nem lett az, de igen. Én most újra nézegettem néhány dolgot belőle egyébként. Majd a régi filmekből? A Snyderverse-ből. Oh, igen. Most, hogy jön a Flash, így bele-bele nézegettem dolgokba. Én továbbra is azt mondom, hogy nem lett volna. Tehát a DC-ben, tehát a DC alapban, abban nem úgy van potenciál, abban végtelen szer több potenciál van, mint a Marvel-ben alapvetően. Uh-huh. A filmes univerzumban, a DCU-ban is lehetett volna potenciál. Szerintem, hogyha egy kicsit jobban hagyták volna Snydert, akkor lehetett volna. Én már egy kicsit másképpen nézek a filmekre, mint régebben, mióta uh-huh. kijött a Snyder Cut. Nem a Suicide Squadra. Hát nem tudom, nekem az se hozta el a megváltást ilyen szempontból. Az a fura, hogy tudod, így
most nagyon gonosz leszek, egyébként, de tényleg, és tudom, hogy nagyon hosszú az, tehát tudod, ez így már nagyon nehéz, mert igazából nem egy mozifilm, meg minden, de hogyha most így végignéznéd most a Snyder Cut-ot, tudod, így csak így leülni megnézni, tudod, nem az, hogy most kötelező vagy, neked ezt élvezned kell, és utána betennék most mondjuk az elmúlt években néhány a képregényfilmet, akkor szerintem változna a véleményed. Arról, hogy most akkor mi hogy volt csinálva benne, meg hogy akarták. Igen. Úgyhogy ez van. Kár érte, hogy nem láttuk meg a végét, hogy mi lett volna, mert ugye ott is azért még két rész volt tervezve annak. Nem tudom. Úgy megnéztem volna egyébként, hogy mi a végső vision így a dologgal kapcsolatban. Mert hát, sosem tudjuk meg, vagy nem. Meg azt se tudjuk meg, hogy milyen lett volna, hogyha a Snyder Cut-ot látjuk úgy, hogy nem láttam a rendes Justice League-et. Ja. Mert az is biztos, hogy teljesen másképp nézted volna meg azt. Lehet. Na mindegy, ez van. Ez van. Ez mindig egy ilyen végtelen nehéz dolog. Egyszerűen hihetetlen, hogy nem tudtak bazd meg giga-mega filmeket csinálni a DCU-ban, pedig a DC-ben sokkal népszerűbb karakterek vannak, sokkal nagyobb múltú karakterek vannak, még mélyebb, meg iszonyat ilyen kollab nagy sztorikkal, meg minden, és látod, mégis a Marvel volt sokkal ügyesebb a filmes univerzum építésben. Ennyi az egész. Ez egy más műfaj igazából, ha belegondolsz, és elég nehéz ugye ott navigálni. Jól csinálták. Meg igen. Valami genyó sok pénz kell. Igen. Bár mondjuk szerintem sikeresen haladnak a rossz irányba a Marvel. Most igazából nem is az a lényeg, hogy most hol tart, hanem tudod, hogy ahogy... De ahogy kezdődött, igen. Tehát azért most gondolj bele, több mint 10 évig azért a csillagos eget lehozták ott az embereknek. És persze volt közte jobb-rosszabb, de akkor is. Igen. Abszolút én is úgy érzem, hogy jobban volt megírva, hosszabb távra volt megírva, jó karaktereket választottak a Marvel, jól jött össze a dolog. Uh-huh. Ez van. De mondom, erre csak azt tudom mondani, hogyha mondjuk mit tudom én a 2000-es években, vagy a 90-es években különösen megkérdezted volna bármelyik képregény olvasó gyereket, hogy mikor olvasott utoljára Thort, vagy Iron Man-t, hát aztán megkérdezted volna, mikor olvasott Batman, Superman-t, vagy hasonlókat, azért úgy nyilván más lett volna a válasz. Ez jogos amúgy, igen. Igen. Amúgy érdekes tényleg, mert azért a DC-s karakterek jobban a köztudatban jobban, voltak. Jobban, sokkal jobban. Hát azok voltak az ilyen... Tehát a Batman mindenki ismerte. Hát különösen itt Európában. Igen. Tehát azért mit tudom én, nem azt mondom, mert ugye megvoltak akkor is a képregény rajongók itthon. Tehát ez teljesen más. Most itt a teljes lakosságra, vagy a fiatalságra kell gondolni, hogy igen, tehát azért így ez a Captain America, Iron Man, meg ezek közel nem voltak annyira népszerűek. Batman volt meg Pókember, és kész. Hát figyelj, Marvelből itthon a két legnépszerűbb dolog akkor az a Pókember volt, meg a X-Men. Ja, meg az X-Men, persze, igen. Az úgy, mint a kurva élet. Igen. Mind múlt ez? Azokat fordították magyarra, többségében. Valószínűleg. Igen, ez a kettő ment a Marvel oldalról. Imádta mindenki, mint a szart, ezért is van egyébként az, hogy ugye globális sikerben nézd meg az X-Men filmeket. Stb. Ezek jól működtek. A Pókember is mindig jól fog működni. Ez van. Rohadt ügyesek voltak abban, hogy ugye be tudták hozni a többi karaktert is úgy, hogy új közönséget építettek, nem arra kellett tudod, folyamatosan hagyatkozni, hogy legyen ismert karakter, stb. No, nyilván volt, aki ismerte, meg ugye volt egy bázisa a rajongótábornak, persze. De hát ugye abban nem lehet 10 éves filmes univerzumot építeni. Hát ez nem. Van. Marvelben itthon, igen, X-Men mellett, Fantastic Four, hát az ritkább voltam, úgy, de az is volt itthon egyébként. Volt, Fantastic de azért ezt nem mondanám népszerűnek. Tényleg volt, igen. Volt az is itthon, igen. 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 Na mindegy, de az a baj, hogy nagyon sokan úgy fogják fel ezt is, tudod, mert itt is mindig szét kell váljanak az emberek, tudod? Uh-huh. Nem tudom, hogy miért kell szétváljanak az emberek, szerintem semmi értelme nincsen. Fel kell fogni, hogy attól még lehetsz MCU rajongó, a legnagyobb MCU rajongó, és soha életedben nem láttam egy képregény boltot se, vagy képregényt se. Hogy a fenében, nem miért ne lehetne? Igen. Úgyhogy ez van. Minden esetre érdekesnek találom, ahogy alakulnak a dolgok. Ez az egész hangulatot, a kultúrát, mert hogy kultúrát kell mondjam, mert nagyon régóta mozi kultúrában él az ember, sőt lassan már nem is abban, hanem már ugye ilyen streaming hangulatban él az ember. Igen, ezek határozzák meg az irányvonalakat manapság, úgyhogy még sokat fogunk hallani erről. Igen. 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 Tényleg erre jutott eszembe most, Pisti, hogy
Hamarosan, most beszélgetünk róla a fiúkkal, de szeretnénk teszteni végre az alkalmazásunkban a jelentkezést bizonyos dolgokra. Ja, igen. Úgyhogy majd így nem sokára eljön. Nagyon lassan a háttérben készülődünk a következő mozis alkalomra. Uh-huh. Lehetséges, hogy... Nézzünk valami filmet. Nézzünk együtt valami filmet. És hát végre ki lehet majd használni az appot, mert amúgy még ezt nem is használtuk, nem is teszteltük ezt a részét. Kéne csinálni egy nyereményjátékot, tudod? Hát ezzel leteszteljük, jó lesz. Majd egyszer leteszteljük. Hát ezzel le tudjuk tesztelni. Hát ezzel le? Igen. 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 Secret War megjelent itthon. Ó, megjelent sok minden itthon, tehát most nem azt mondom, hogy nem jelent meg így összességében itthon képregényből, de a köztudatban akkor is ezekből volt több, ezekből jártunk az újságosra, meg minden. Úgyhogy ez így jött be. Nagyon figyelj, ezt nézd. David Horn. Én is azt olvastam pont, azért... Fejtsd ki, kérlek, mi alapján gondolod, hogy a DC-ben végtelenszer több lehetőség van? Hát, hogy mi alapján? Miért gondolod, hogy a DC-en nagyobb múltú karakterek vannak? Mert nagyobb múltú karakterek vannak. Hát, ja. Tehát most az, hogy azt gondolod, hogy nagyobb múltú karakterek vannak a DC-nél, mint a Marvel-nél, hát ő valószínűleg fordítva gondolja. Azt, nem azt, nagyon jó gond, de szerinted ezt mi alapján lehet gondolni? Hogy mi lehet az alapja annak, hogy azt gondolod, hogy nagyobb múltú karakterek vannak? Ezt nem tudom én se. Itt mit értünk a nagy múlt alatt? Nagy múlt alatt azt, hogy mennyi évtizeden keresztül volt, ugye, nagyon népszerű. Igen. Igen. Nem tudom, hogy ezen kívül milyen alapját lehet képezni ennek még. De tényleg elég, hogy csak Batmanre gondolsz. Azért az... Hát még Batman annyira nem is... De még mondjuk az, de... Na mindegy, nehéz ezt így... Tehát nem nehéz értelmezni ezt a kérdést, mert... Tehát, hogy, vagy csak furcsán tetted fel, tehát, hogy mi alapján gondolom, hogy több a potenciál benne? Hát... Mert több. Tehát így nem tudom, tehát most így van három golyó. Hát szuper, mert ne felejtsük már, tényleg, igen. Hogy a két kiadó egyszer a... Igen? Nem tudom. Vannak emberek is, akik egyszerre születtek, mégis másra viszik a dolgot. Mert ez így... Nem derül ki. Furcsa ez a dolog egyébként. Én nem gondolom, hogy ettől az egyik jobb lenne, mint a másik, de manapság muszáj minden erről szóljon, hogy vagy. Ja, igen. Pedig nem. Lehet egyszer a kettő is jó. Igen. Mindkét oldalt is lehet szeretni. Most az, hogy nagyobb múltú karakterek vannak a DC-nél, az nem tudom, miért bántja az emberek érzését. De az, hogy mi az alapja annak, hogy ezt mondom, hát az, hogy ez van. Az kész. Meg azt, hogy mondjuk a DC annak idején úgy bevásárolták, hogy megvettek mindent. Igen. Voltak ilyen akvizíció. Na mindegy, ez van. Nem tudom, fura egy... De nem tudom, az a baj, hogy van egy ilyen hangulat a rajongói kultúrában, ami nem tudom, valahogy nem engedi az embereket tovább lépni dolgokon. Tehát, hogyha nekem tetszik egy Marvel film, akkor egy Marvel segnyaló köcsök vagyok. Ha azt mondom, hogy nagyobb potenciál van azokban a karakterekben filmügyileg a DC karakterekben, akkor egy DC segnyaló vagyok. Így működik ez a világ. Meg kell magyaráznom neki, mi az alapja annak, ami ott van, az kész. Igen. Furcsa. De mi alapja? Honnan jött ki? Honnan vannak az adatok, Pisti? KSH? Nem tudom. Ó, Istenem. De minden esetre érdekes látni ezt. Hogy gondolj bele, hogy van egy érzésed benned, ott belül, ami nem engedi, hogy ezt eltűrd. Szerintem nem kell David Hun. Szerintem nem kell. Miből számoltak, igen? Az olyan, mint a KSH. A fizetési átlag. Ja, igen. Igen. Nem tudom, de most tényleg azért utána lehet olvasni, hogy melyik mióta van, meg nem. Mennyire nem, népszerű volt régebben. Szerintem a nagymúltú karaktereken, én úgy gondolom, hogy arról beszélünk, hogy itt szerintem itt az ő olvasatában régebbi. Lehet. Úgy érti. Lehet. És akkor Max azért gondolja, hogy nem tudom miért, de erről senki sem beszélt.
Nagyon izgalmas happy hour ez a mai egyébként. Így köszönjük szépen egyébként. Mármint, hogy sodartok, ez mindig jó dolog. Muszáj valamin fennak adjak, mert különben elengedem magam. Gitted magam. Igen, aztán azt meg nem szabad. Ez majdnem olyan, mintha azt mondtad volna, hogy az iPhone nagyobb múltú, mint az Android. Mire alapozod ezt? Mire alapozod ezt? Nem szabad ilyeneket mondani. Most már rájöttem. De milyen alapon mondasz ilyet? Ugye? Egyébként kifejtenéd? Kifejtenéd. Vicces. Jó, Istenem. Igen. Na mindegy, ez van. Kás áldatokon megy. Így van, így van. Igen. Igen. Ne kell kérdezni a ChatGPT-t. Ú, igen, az nagyon jól működik. Tegnap is megosztottam egy ilyen csodát. Mm. De láttad már, hogy hányféleképpen válaszolt, hogy ki az a VR? Láttam. Imádom. Esküszöm, imádom. Uh-huh. De már volt olyan sztori, azon rögtem a legjobban, amikor azt írták, hogy többen alapítottuk a VR-t, és valaki már kilépett, mert nem bírta tovább. Nem. Volt ilyen, képzeld el. Nem volt? Hát tényleg, de Peti, még az elején. Uh-huh. De nagyon röhögtem rajta. És sose találja el a nevünket. Nagyon ritka. Igen? Nagyon-nagyon ritka. De miből próbálja kitalálni? De nem tudom, hogy honnan szed ezeket a neveket, érted? Szendrei Pál, meg mit tudom, ilyen Lakatos Péter, és meg mit tudom, ilyen random neveket ír, hogy ezek csinálták az a VR-t. Annyira vicces. Nem tudom, miért csinálja ezt. Egyébként gyanítom, hogy azért csinálja ezt a ChatGPT, mert hagyjátok neki. Mm-hmm. De annyian rákérdeztek, hogy ki az a VR, hogy szerintem emiatt van. Lehetséges. Biztos. Hallottunk-e már az új Gyűrűk Ura filmről? Nem, még. Lesz? Nem az a film, amikor Svájcban nyit valaki egy gyűrű, ilyen ékszerboltot? Mm. Annak jön valami? Lehet, amúgy. Lesz valamilyen film, ilyen ékszeres film, én azt hallottam. Az lesz a Gyűrűk Ura? Ja, úgy. Na, igen. Mm. Valami volt. Igen. Igen. Na, Istenem. Szóval a ChatGPT-t egyébként lehet tanítani, azt akartam mondani, és valaki tanítja, hála az égnek, köszönöm szépen a közönségből, uh-huh. aki megírja neki a helyes infót, hát ha egyszer sikerül beleverni a fejébe, hogy kik vagyunk. Nem kell neki tudnia szerintem, jobb, ha nem De tudja. Annyira vicces tényleg, nem ránk tudom honnan. Majd, ránk fogják küldeni majd az öngyilkos drónokat. Igen. A Marvel rajongók. Igen. Szerintem. És újabban egyébként ugye Jani Csákvetsza vagyok, aki nem tudná. Azt tetszett most nekem. Az új info. Hát az nagyon-nagyon rögtön. Én is. Jani Csákvetsza vagyok, úgyhogy elnézést. Ez a Vece nevem. Mm. De ráadásul azt hiszem, hogy ott eltalálta nevem, tehát odaírta, hogy Komzsik János, és Vece neve Jani Csákvetsza. Igen. És Pisti alapítottuk ketten a VR-t. Így van. Nagyon jó. És nyertem egyébként a Csillagszületékben is. Ott volt, hogy nyertem. Hát összekapcsolta a dolgot. Visszakanyarodva egyébként az interneten erre a dologra, mondom, nagyon, nagyon izgalmas látni ezeket a dolgokat, és most tényleg nem trollkodok, hogy tudod így, tehát az ember, tudjátok, pofázik itt az interneten jobbra-balra, meg minden, mondunk dolgokat. Egy dolog az, hogy már nagyon sokszor beszéltem arról nektek, hogy szerintem nem nagyon kezelik helyén az emberek azt, amit mi mondunk. Nem úgy értem, hogy nem értik, hanem egyszerűen vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítanak neki, vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy úgy gondolják, néha azt érzem a cseten, hogy tudod, amikor mondjuk én azt mondom, hogy szerintem drága a tej, tudod, uh-huh. azt így nem a, tehát azt így nem nekik, Magyarországnak mondom, vagy a világnak. Uh-huh. Nem. Tehát mi ennyi emberhez beszélünk. Ja, persze. Tehát én nem vagyok Kanye West, meg ilyenek, tehát azért nem kell azt gondolni, hogy én itt próbálom tolzatni a teret magam körül, meg ilyenek. Nem amúgy. Néha totál úgy érzem, mint hogyha nem tudom, mi a fasz gondolnának, hogy én mit képzel magamra, hogy beszélek, hogy mit itt az asztal.
a tőzsdepiacot befolyásol minden. Ja, igen, tehát én megborítom. Befektetéseink vannak bizonyos cégekben, és akkor így, ahogy beszélünk, változik a tőzsde. Ennyi, megborítjuk a Samsung részvényeket, meg mit tudom én. Szóval, Huawei-t szoktuk a földbe döngölni. Tehát ezt nagyon nem szeretem, hogy teljesen félreértem ezt a dolgot. Viszont az a fajta internetes viselkedés, ami működik, az engem abból a szempontból zavar csak, hogy az, hogy vélemény alapú lett teljesen az ember, főleg az interneten, ez valami szörnyű, tehát az ember mond valamit, most mondok egy ilyet, hogy ilyen teljesen mindegy, hogy ez az én gondolatom, vagy olvastam, vagy van alapja, vagy nincs alapja. Nem, tehát az ember nem tud megfogalmazni már egy ilyet, hogy nem jól lett feltéve a kérdés. Tehát most érted? Tehát most, értem én, hogy valaki kíváncsi valamire, de mondom, nincs értelme a kérdésnek. És ugye ezzel elkezdünk trollkodni így reggel, azon általában azért akadunk fent, mert jönnek a hősök. Érted? És elkezdik magyarázni, hogy szerinted sértőnek szánta? Sértőnek szánta kinek? Tehát én mondom, tehát nagyon sokszor szerintem tényleg velem van a baj. Tehát, hogy nem értem a megfogalmazásokat, vagy én gondolok túl sokat tudod a dolgok mögé, de egyszerűen nem tudom felfogni. Hát lehet, hogy... Érted, hogy mostanában az van, én teljesen analfabéta vagyok, de tényleg. Tehát így délután egy streamekben is tudod, kapok csetüzenetet, és akkor így valaki beír valamit, hogy nem is tudom, mi voltam, pont tegnap vagy tegnap előtt volt egy ilyen dolog, és kétszeket visszakérdezzek, mire sikerült tudod így megérteni, hogy jó, ezt így már értem. Ezt így már teljesen értem. De hogy tudod, hogy így nem tudom, olyan megfogalmazásokat kap az ember, hogy szörnyű. Hát igen, és akkor persze az ember túl gondolja a dolgokat, és nincs is úgy. Igen. Ez a legviccesebb az egészben, igen. Igen, tehát nem is tudom, mi volt, valami játékra volt szó, és akkor nem tudom, hogy te negatívnak érzékeled a játéknak ennek a játék ezen részét. Uh-huh. És tudom, hogy mi van? Hogy mit jön negatív? Hogy micsoda? Nem tudom, és mondom, ezzel van a baj, hogy én ezzel foglalkozok. És akkor erre jön a következő lépés egyébként. A generációs különbségnek lehet egyébként nevezni, a takarítónőket is lehet nevezni egyébként higiéniai szakasszisztensnek, attól függetlenül ugyanazt a munkát végzik egyébként, és ez ugyanúgy egy nagyszerű dolog, szó sincs róla. Lehet így és úgy és amúgy is értelmezni a dolgokat, de az a baj, hogy amikor elkezdek foglalkozni azzal, hogy miért nem értem azt, hogy vannak emberek, akik nem tudják leírni, amit gondolnak, abban mi lesz? Megint egy hét szopás a Discordon, hogy én miért beszélek ilyen dolgokról. Ja, igen. Most nem tudtam, mit akarsz mondani, mert annyi minden történhet egyébként, igen. Igen. És ez van. Hát benne van. És az a durva, hogy nem változik, és én általában úgy szóval, hogy így nézzük egy műsort, vagy bármi ilyesmi van, nyilván az ember hall ezt, azt, meg amazt, érted? De én biztos nem fogok eltölteni 2 óra hosszát azzal, hogy meggyőzzek valakit valamiről, amiről nem lehet meggyőzni, érted? Mert egy meg egy az kettő. Teljesen feleség. Utána a végén meg azzal tölteni a következő egy hetet, hogy azt magyarázod, hogy miért kell erről beszélni. Nem kell. Ezen még mindig nem tanultam meg alapvetően túllépni. Én úgy vagyok vele, hogy azért a csetet lehet annyira ismerni, hogy ha valaki olyat kérdez, ami nagyon durva, amúgy szétszedik itt a cseten. Én már rájöttem. Én mindig gondolkozom azon, hogy... De nem csak veled van baj, úgy mondom. De velem biztos van baj, mert engem egyedül hagynak az emberek. A tegnapi stream is olyan volt. Az a baj. Egyedül hagytak? Mindig ez van. Érted? Tehát mindig ez van. Hogy nem olyan már a live, mint volt, ezt már mondtam, és már nincs meg az, amiről beszélsz. Jó volt az időszak nagyon egyébként, de... Hát azért most is, hogyha valaki olyan orbitális hülyeséget kérdez, azért... Jó, ja, biztos, nem is szoktam azon olyan nagyon fennakadni, de tudod, az van, hogy mindig kérdés az, hogy most én vagyok toxikus, vagy az egész community toxikus nálunk, hát itt is ugye felmerül a kérdés, hogy mit jelent a toxikusság. Igen. Én hiszem azt, hogy én vagyok az egyébként. Szerintem az jobb, mint hogyha a közösség az. Uh-huh. Ennek amúgy lehet örülni uh-huh. is. De már nem ez van. Nagyon passzívan fogyasztják a tartalmat nálunk. És nincs már meg az, amiről beszélsz. Uh-huh. Az amúgy, tehát a régi happy hour-ök azért működtek másképp. Lehet egyébként. Egyébként.
Uh-huh. És ez, én mondom, igyekszem egyre kevesebbet beszélni erről. Szerintem tavalyhoz képest sokat jobb volt az átlag. És igyekszem üdítőbb, meg érdekesebb témákat hozni így reggelente. Hál' Istennek azt gondolom, hogy most így már február vége van, tehát már a második hónapot zárjuk lassan idén. Egy kicsit így az új meglátással, és azt gondolom, hogy amúgy összességében pozitív eredménye van. Ja, teljesen. Legalábbis nézegetve így a happy hour-öket és azokat a témákat, amiket feldolgoztunk. Uh-huh. De tény, hogy bele kell törődni, hogy vannak dolgok, amik megváltoznak. Igen. De ez bármennyire is szomorú, ez nem csak nálunk van így. Az a baj, hogy értem, csak most ez engem igazából nagyon nem érdekel. Ez ellen nehéz tenni, amikor egy ilyen globális trend van. Jogos, tényleg, jogos. Kevesebbet is kommentelnek az emberek szerintem. Még az is vissza. Legalábbis itt. Nem csak itt, tényleg nem csak itt. Igen. Szerintem változik ez a dolog. Igen, lehetséges. És értelemszerűen most első körben úgyis magunkba keressük a hibát. Én folytam magamba keresem a hibát. Hát de amúgy nem feltétlenül kell magunkba keressük a hibát. Most igen. Például ebben az esetben szerintem egyáltalán nem. Jó, hogy miért csökkent? Igen. Igen. Én szerintem ez rajtunk kívülálló okok miatt van. Ez abból a szempontból van igazad, hogy a tartalom miensége, meg a témája nagyon függ attól, hogy hogyan... Tehát, hogy látszik, hogy még azért tud előre lendülni. Tud. Tehát, mit tudom én, azért itt vannak attól az emberek, akkor szoktak sokat kommentálni, amikor... Megosztó a téma. Akkor nagyon. Hát, nem tudom, inkább, hogyha elmegy a kép. Jó, az más. Amúgy látom, hogy annyira vicces. Vagy a hang. Igen, nem találkoztam véletlen azzal a klippel, amikor most Puskás Petinek volt egy koncertje, és elment a hang. Nem. Basszus, hát ez beszállás. Nem tudom, lehet, ti küldtétek nekem? Vagy nem tudom, valaki küldte nekem. Elment a koncerten a hang, tudod, nem ment a mikrofon, és üvöltött a közönség. Nincs hang! És tudod, Peti így, bazzik, tudod, elfordult a közönség, és visszafordult Puskás Peti, és így, tudjuk, köszönjük szépen, tudunk róla. Ne basszál fel, ezt élőben megcsinálja az emberek. Élőben is megy. Szóval ne csodálkozzál, Pisti, azon, hogy írják itt, hogy nincs hang, élőben a koncerten, érted, a második sorból, tehát nem az, hogy tudod hátulról van, a második sorban a gyerek ott üvöltözte, hogy nincs hang. És tudod, nem is énekelt, Peti, tehát már rég dolgoztak az, hogy megoldják, és üvöltötte, hogy nincs hang. Komolyan volt egy ilyen, nem tudom, aki küldte nekem, de én azt hittem beszarok. Szegény, Peti. De most komolyan, tehát ez hihetetlen. De már itt tartunk, hogy ott is nyomják, hogy nincs hang. Ó, Istenem. Ezt akartam én is mondani, kézzel képment volna el. Valóságban. Lekapcsolnak a lámpák a színpadon, és valaki üvöltötte valahogy, nincs kép. Istenem. Királyság. Na mindegy, csak akartam mondani, hogy amúgy már itt tartunk, Pisti, én már nem csodálkozom semmin. Ez durva, ezt nem is hallottam. Ez azért durva, hogy koncerten üvöltik, hogy nincs hang. Egyébként. Nagyon durva. Igen. Hallom, mostanában pörögnek ezek a pont Neszájnak a streamjében néztem bele tegnap, hogy amúgy megérteni, én ezért érzem mindig első körben olyan rosszul magam, és nem értem a közönséget nagyon sokszor, ne haragudjatok rám tényleg, mármint, hogy egyéb dolgok miatt lehet, de hogy emiatt. De tudod, hogy így én egész évben azok görcsölök, hogy ez így működjön. Uh-huh. Érted? Állandóan a kommenteken izélek, meg a visszajelzéseken, meg hogy miért kell állandóan engem izélni, és így görcsülök azon, hogy jobb legyen a műsor, meg hogy a csettel jobb legyen a kapcsolat, meg ilyenek. Ez sem egész évben. És akkor kinézek, bazd meg, ebből a lyukból, és mi megy máshol? A beef, bazd meg. A beef. Az egymás kurva anyázása, ez is mit csinál, az is mit csinál, szar a tartalom, amit gyártasz, miért nem én vagyok az első, nem tudom, mi a faszom, érted? És így is égöm a szart folyton, a faszom ki van vele. Többet kéne bífeljünk. De nem az, hogy többet kéne bífeljünk, hanem így baszd meg, de érted? Én ezzel töltöm az időmet, érted? Más meg azzal, és akkor az kell. Na. Az kell. Hát nem tudom, mit kéne csinálni. Kéne ez bíf. Én ez a bíf, mondom. Csak az a baj, hogy én szerintem ez már túl régi gyerek vagyok ez a beefhez. Az a baj, nekem nagyon hamar eljutna a pontig, amikor így felveszem a kabátom. Igen, az a baj, túl komolyan vesszük ezt a dolgot. Nekem az a baj, igen, hogy azt nem tudom, más olyan egyszerűen tud ezeket kezelni, olyan egyszerűen kezelik, meg kibékülnek online, úgyhogy nem is találkoznak személyesen. Van ilyen.
Nézd, én olyanról is tudok, hogy valaki összevész valakivel, majd kibékül vele, úgyhogy tehát, hogy soha nem beszéltek. Ja. Nem úgy, tehát, hogy... Csak eltelt egy kis idő? Nem, tehát egyedül. Ja. Van ilyen. Na mindegy. Van, aki megbeszéli magával. Lehet, hogy ehhez, nem szoktam ezt mondani, de lehet, hogy ehhez már tényleg öregek vagyunk. Igen. Hogy most ilyen hülyeségeket csináljunk. Igen, de jó ez, jó ez. Meg az az igazság, Pisti, és én mindig ehhez jutok vissza, és tudom, ez tök gáz lehet. Rohadtul nincs erre időnk. Bár Sabi felni? Igen. Mert nem szakítunk rá, én azt hallottam. Hát jó, hát szakíthatnánk itt ilyen délelőttek, terveznék a stratégiát, tudod. Szólhatná erről a reggeli műsor? Vagy olvashatnánk Origót minden reggel? Az nem lenne jó. Nem? Nem. Az nem lenne jó. Az Origó gyakorlatilag most már elment abba az irányba, hogy már csak pornó nincs rajta. Tehát gyakorlatilag erről szól az egész. Akkor mi bajod? Tehát minden van rajta, de már csak az hiányzik szerintem. Igen. Lehetne. Öregszem azért, mert a közönséggel foglalkozok, nem pedig más videósokkal. Ez nem igaz. Az öregek mindig a kurva anyját figyelj másokban. Arra gondolsz, hogy a bífelés, ezek vagyunk már öregek? Hát igen. Jó, a bífelés az öregek? Na, mert inkább csak más hozzáállásunk van ehhez, hogy valakibe belekössünk. Hogy öreg vagyok a bífeléshez? Na ez az amúgy... Most ez a legnagyobb bíferek a nyugdíjasok, ha vele gondolsz. Szerintem is. Gondolj bele, az összes nyugdíjas a legnagyobb bíf. Ott nyomják. Hát nem! Meg őket aztán, tehát ott nincs a pelláta. Nincs gond. Ott rögtön kurva anyáznak. Ott azonnáról. A tévében a híradó beolvasó csajt, a csávót is lekurva anyázzák. Nincs gond. Hogy áll a szeme? A felfogásom öregszik? Hát nem tudom. De hogy érted? Tehát, hogy... Nem vagytok öregek, csak pudingok. Na basszus, ezt sem mondták még rám soha. Mi az, hogy puding? Az milyen? Ez a puding, ez a, hogy nem mersz beleállni valamibe? Ez az a puding? Arra mondják, hogy puding? Nem tudom. Ha öreg vagyok már, ez is nem tudom, mi az a puding. Most nagyon értem, hogy micsoda? De most, a puding az egy finom dolog, amúgy ez így van. Ez igen. Szeretem, hogy nagyon. Az a baj, nem tudom, hogy ő ki. Nem tudom. Tehát felelem lehet bárki. Nem tudom. Puding egyelő kocka. Mi? Biztos, a pudingok hogy nem. A kockák? Biztos, hogy nem. Puding, aki gyenge szar. Lötyed semmi. Na, hogy a kurva életben. Att is azt mondja, nézd meg a régi videókat és most. Tehát Att is azt mondja nekem, hogy öregszem, mert öregszik a felfogásom. A régi videókban nem beszéltünk a közönséggel. Legalábbis nem így, ja. Hát nem volt live. Igen. Ott nem tudom ezt megnézni. Úristen, ez el kell meséljen, Pisti. Légy szépen, hagyd meséljem el ezt a sztorit. Én mostanában bizonyos oknál fogva nézegetek régebbi videóinkat. Hát gyakorlatilag nosztalgiát, de öreg vagyok. Azért nem semmi baj, meg érted? Várj, ez 3 méteres fasza van itt egy-két ember. Igen? Nézegetem a régebbi videóinkat. Keci. És belefutottam egy ilyen... Hát régen tudod, csináltuk ezt a Q&A-ket. Uh-huh. Hetente volt egy ilyen kérdez-felelek videónk a YouTube-on, ez még akkori időszak. És basszus... beolvastam valami hülye kérdést, és bazzik, pontosan ugyanúgy reagáltál, mint ahogy ma reagálnál a kérdésre. Jó, és valaki azt meg, mondja, mert te nem tudnád, geci, hogy... De valaki azt mondja, érted, hogy írták tavaly is, emlékszem, hogy mennyit változott Pistőtől. Ó, én nagyon sokat változtam. Basszus, ugyanúgy reagált, és basszus, nem tudom, de vissza fogom keresni, és megosztom veletek, és ugyanúgy reagált, mint most. Keresd vissza, kíváncsi vagyok, mire gondolsz. De tényleg, kibaszott vicces volt, csak ott rögtem magamban, hogy írják az emberek, hogy mennyit változott Pisti, és egy forintot nem változott. Szerintem a legtöbb ember annak örülne, ha így lenne. Igen. De sajnos igen. Nem. Annyira rögtön rajta, hogy szénni aláztuk a sárcát. Szerintem egész egyszerűen arról van szó. Frusztráltak az önség sok esetben egyébként. Elkapnak jó műsorokat, amiket szeretnek, meg tetszenek, és utána azon görcsölnek, hogy nem mindegyik meg olyan. Pont ezen gondolkoztam, basszus, hát régen azért eléggé meg voltak vágva azok a videók. Na, szóval most én ezzel nem csodálkozunk. De komolyan nem csodálkozom azon, hogy sokan meglepődnek ezen. Aha. Tudod, hogy te hogy reagálsz azokra, vagy ilyesmi, hát azért na. Vagy nem tudják. Vagy nem tudják, igen. Na mindegy. Csak fura, annyira rögtem magamban, de meg fogom keresni amúgy, tényleg. Uh-huh. Érdekes ez a dolog. Na de visszatérve a bífelésre, nem tudom. Én szerintem ne csináljuk, Pisti. Nem szeretném. Nem. Pedig amúgy neked egész jól menne. De amúgy tudom. Nekem kevésbé, mondom. Hát na. Lehet azért, hogy puding vagy, Jani. Puding vagyok már ehhez, puding. Őszintén, nekem az a bajom ezzel, azért akadtam fenn ezzel a pudingon, mert szerintem a pudingoknak megy a legjobban a bífelés. Ja, mert hogy nem veszik komolyan.
Nem az, hogy nem veszik komolyan, de általában azt szokott a leghangosabban ugatni, bazd meg, amelyiket el lehet fújni. Szája. Lehet igazad van amúgy. Én még nem nagyon láttam olyan beefet, bazd meg itt a magyar YouTube-on, ahol olyan ember pofázott volna, aki olyan nagyon félelmetes lett volna, vagy nem is tudom. Jó, a gyúrósok között biztos van egyébként, hát mert ott, van az. Ott nagyon csúnyán megy a cucc, de na, ez van. Én ezért gondolkozom azóta ezen a puding dolgon, hogy... Puding. Ez olyan, mintha azt mondják, hogy nyuszi vagy. Ez ugyanaz. Igen. Betámadhatnánk fókuszcsoport áramékat? Szerintem őket nem kell. Ez kurva jó. Tényleg. Mondjatok valaki mást. Jó, Istenem. Ez kurva. Nem fogunk ilyeneket csinálni. Igen. Tényleg, srácok, őszintén, nincs erre időnk. Van nekünk elég dolgunk, de mondjuk az igaz, hogy szakíthatnánk rá, de nem éri meg. Igen. De mi egyébként a legtöbb YouTuberrel amúgy vagy jóban vagyunk, vagy sehogy. Igen, a legtöbb emberek full ilyen neutrálisak vagyunk. Abszolút. Én a mai napig úgy gondolom, basszus, lehet, hogy ilyen régi módi hozzáállás, a legtöbbüket nem is ismerem személyesen. Most az, hogy mit csinál az interneten, az egy dolog. Uh-huh. De én azért szeretek úgy véleményt adni valakiről, akit legalább személyesen ismerek. Igen, én úgy gondolom, hogy látom, hogy sokszor, talán amiatt, hogy elkezdték csinálni ezt a reggeli műsort Ádámék, ami egyébként sokkal izgalmasabb, mint a miénk, és sokkal érdekesebb, ők például nem csak ilyeneket. Uh-huh. Hogy ilyen fasságokról beszélnek, a fél happy hour meg ilyenek. Ott van rendesen téma. Mióta csinálják ezt a reggeli műsort, azóta van a közönség így, de én azt gondolom, lehet rosszul egyébként, hogy mi áramékkal is jóban vagyunk egyébként, meg nyilván teljesen más úgy az ő tartalmukról bármit megnézni, hogy beszéltünk személyesen. Szerintem az felold egyébként nagyon sok mindent. Így van, legalább annyit, hogy látod, hogy ki az ember mögötte, és akkor már nem az van. Az internet mindig azzal zavarja össze az embert, hogy tudod, hogy nézel valakiről egy videót, vagy egy streamet, és nem tudod valójában milyen, és ezt így hozzá gondolod. Igen. De amikor tudod, hogy ki az ember mögött, akkor sokkal könnyebb megérteni, hogy miről beszél. Azért fontos a személyes találkozó, vagy a személyes beszélgetés. Én nem tudok anélkül véleményt alkotni. Mármint arról lehet véleményt alkotni, hogy valaki mit csinál az interneten, persze lehet róla véleményed, de hogy most valakibe belekössek úgy, hogy nem beszéltem vele személyesen, az úgy nem fura. De ki a fasz csinál, hogy Jézus Isten? Hát nagyon sokan csinálni. Puding. Hát jó, igen, oké, de most milyen dolog már? Az a baj. Hát most hagyjam át, szerintem az óvodában sem csináltak ilyet. Ja. Úgyhogy ez az interneten, ez a beef generálás, vagy azt akarják, hogy nem tudom, állandóan, nem is tudom, heteken keresztül ment ez, mikor elkezdődött a jól van, ez így, hogy azért lesz meg beef, lesz meg mindenek, és azért rá is kellett tenni, de nem működött. Mert egyszerűen az emberekben ez a tűz van, tehát, vagy ez ég. Uh-huh. Tehát emlékszem, hogy annak idején is hány gameplay csatorna, ami ment onnan, tehát folyton kapták a pozitív visszajelzést, meg ilyenek, és akkor, mikor valakinek tőled elkezdett jól menni, valamilyen gameplay csatornának, vagy Minecraftos csatornának, teljesen mindegy, elkezdett jól menni, mit tudom én, 2016-7-8-ban, akkor volt egy szint, amit elértek, és utána nekünk kezdték el mondani. Reszkesítek miatt! Üzélök minden! Tudod, mert egy idő után a rajongás. Ne, emlékszel erre? Igen. Mert neki írták, ennyi volt VR, itt vagy, te vagy a legjobb. Tudod, ilyenek. Mert egy idő után átcsap a rajongás, tudod, abba a szintre. Tudod, mint a márka hülyek, erről beszéltünk. Igen. Ez van, hogy egy idő után annyira tetszik valami, hogy az neked nem elég, hogy mennyire tetszik neked, hanem az elégít ki, hogyha azt mondod, hogy aki mást gondol, az hülye. Uh-huh. És akkor innentől kezdve ugye így beleforognak a dolgok. És itt is ez van egyébként, hogy most attól lehet nézni a jól van ez így is, meg a happy hour-t is, hogy mások, meg minden. Tehát attól nem lesz kevésbé jó egyik se, hogy nincsen párharc, meg nem tudom, meg ilyesmi. Igen. Véleményetek lehet egyébként a contentről természetesen. Persze. Én most így magáról, az emberi dolgokról beszélek. Azt, hogy most tetszik-e valakinek a tartalma, hogy nem, az mindenkinek a saját dolga. Tehát most attól, hogy én azt mondom, hogy szerintem jó vagyok Ádámékkal, attól nem lesz a content jó, amit csinálnak, csak akkor nektek is tetszik. Tehát ezt mindenki maga ítéli meg magának. Igen. Szerintem, igen. Mert az a baj, ez is ilyen szokott lenni, érted? Hogy
Harakorom is nézem. Hmm. Mint Emil Smith-t. Mint Emil Smith-t. Igen. Most már most elkezdett trollkodni. Igen? Na, igen, most már feloldotta magába. Na. Hogy ez már nem volt, tehát most már viccel vele. Ó. Oh. Jó van. Ez a next level. Hajrá! Biztos jól, nagy sikerül lesz a Legenda vagyok kettő. De tudtad, hogy megjelent valami filmje amúgy, én lemaradtam erről. Engem nem izgat. Azt tudom, hogy Crisis Team lesz a következő Oscar gálán. Emiatt. Válságstábbal fogják levezetni a műsort. Úgy kíváncsi vagyok, hogy amúgy mi lett volna, hogyha akkor is lett volna válságstáb. Hm? Valaki így belerepül könnyékkel. Még mielőtt odaér. Lendületből így meg. Azt, hogy megnéztem volna egy ilyen 140 kilós mackó sajt, érted? Tudod, azok a rövid távon hatékony, de nagy darab emberek. Azok így teljes testtel, mint Patrik a Spongebobba, így ráugrott van a testtel, nem mész soha! Aztán úgy én is megnéztem volna. Lehet jobban járt volna, hogy Will Smith, hogyha ez történik vele. Amúgy. Mi is jobban jártunk volna. Igen. Egyébként. Will Smith, hát ez van, ő már csak ilyen. Hát ő már csak Will Smith. Nem már csak ilyen. Lehet, hogy amúgy csak be fog szökni. Most lehet arra gyúr. Most valakit le fog rugni. Lehet, hogy be fog szökni. Nem? Gondolj. Hát vagy, csak nem. Vagy az, hogy bejön és megveri a válságstábot. Aha. Ne? Szerintem simán lehet. Vagy neki lesz saját válságstábja. Uh-huh. És ők bemennek. Igen. Az lesz. De nem baj, most Michael B. Jordan is benne van. Na. Jól van akkor. Igen, a Creed 3-ról is úgy hallottam, hogy atom lett amúgy. Hatalmas lett? Amúgy tényleg az lett. Tényleg? Nagyon értékeléseket kapott, ugye, mert hát eléggé sötét hangulat a film. Nem már. Úgyhogy a legjobb lesz. Én kíváncsi vagyok. Ez van. Ott lesz a beef. Will Smith, no. Kéne csinálni ilyen pólót. Tudod, mint a no memes póló a rémrendes családba. Ja. Nem. Csak kíváncsi, hogy Michael B. Jordan-t hogy akarja kijutni? Azért ő eléggé. Azért ő ott igen. Ha! Ott van. Ott van. Ott van, amúgy. Nem tudom, hogy ebben hogy lesz. Hát nem tudom, mi lesz ebben. De nagyon kíváncsi vagyok. Ha? Nem tudom. Nem mindegy. Megnéztem ennek a Sisúnak a trailerét. Megnéztem, amit ajánlottam? Meg, uff. Beszállsz még? Nagyon-nagyon tetszik. Na, tudod, ez a... Annyira várom azt. Nem tudom miért. De nyilván, de nyilván ezt érted, már parodikus, de annyira jó. Kurva jó. Nem tudom, hogy megnézed is. Nézzétek meg ti is ezt a trailert, eszméletlen jó. Tudod, ez a jó kis stresszlevezető az egész. Meg ilyen náci gyilkolós, szóval... Ezzel oldják fel ugye az erőszakot. Igen. Brutál. Nekem nagyon tetszik. Nekem is. Pont ez jutott eszembe róla amúgy a Nobody. A Nobody. Hát az is nagyon jó. Egyébként, meg hát azért az is mondjuk így a film egy részétől kezdve elég ilyen... A vége az borzalmas volt. Nem az, hogy borzalmas, hát... hanem tudod, tehát benne van benne egy ilyen hogy ez sok, igen. Igen. Na mindegy, jó volt. Igen. Tényleg jó, de jónak néz ki. Igen. Akkor majd meglátom. Nem tudom, minden esetre érdekes, hogy a filmek között is ilyen, de ez is annyira retro egyébként. Uh-huh. Ott nincs mit herroncsanak. Nincs. Tudod, ez olyan, mint hogyha kijött volna annak idején a 35. Schwarzenegger film, ahol szintén egy volt katona, aki meg fog verni sok embert, egy csomót meglelő. Uh-huh. És jó volt? Hát jó. Ennyi, ez van. Ennyi. Ez van. Úgyhogy állati. Na jó van, megyünk, srácok. Megyünk. Van mit csinálni most délelőtt. Ó, rengeteget foglalkozom, most is a streamel, nem tudom miért, de igen, így van. Nem baj az. Egyébként, mert hát ugye ma már, ha nem is leszek teljes notification-ök délután, valami lesz. Ez igen. valami már lesz. Igen. Úgyhogy jó lesz. De nagyon igyekszünk, hogy legyen délután már notification. Lesz ma egyébként shortcut videó is. Uh-huh. Az kerül ki a shortcut csatornára, mert az most rég volt. Leendő streamelek, figyelem. Igen, amúgy ez kifejezetten tartalomgyártóknak ajánljuk. Kifejezetten tartalomgyártóknak, vagyis mindenkinek. Ja, igen, tényleg hülye vagyok. Hát ha bele akartok állni valakibe, vagy esetleg nekem szeretnétek videóban megmondani a frankót, hogy a kurva anyád meg minden, az csak jó minőségben lehet, úgyhogy nézzétek meg a videót. Ja. Azt mindenképpen nézzétek meg. Úgyhogy ennyi. Délután meg akkor jön Pisti.
Atomic Heart lesz. Atomic Heart, én meg este. Atomba. 8-tól nyomom. Jani meg horrorizál. Horrorizáció. Bár amúgy már gondolkozom, hogy nem biztos, hogy horror lesz. De még majd meglátom. De mivel akarsz játszani? Nem tudom, valami... Most olyan nyugalomra vágyom. Nem akarod megnézni a Sons of the Forest-et? Ú, az mekkora lenne. Kurva Sons of the Forest. Tegnap az meg ilyen rekordokat döntött, hogy csak belenéztem, mondom, hú, bazd meg. Én elhatároztam, hogy nem fogok lejátszani, tudtam, hogy mi lesz belőle. Figyelj. Majd megnézzük a Sons of the Forest-et. Majd 3 év múlva, amikor kéz lesz. Én megnézem, ma este szívesen építek egy házat. Szerintem majd a faszom. Valami 3 percig tudtam nézni, mondom, te jó ég, ez biztos, hogy az a baj, semmi közöm, mert nem tudom a sztorit, az a baj, hogy nehéz. Igen, azzal sok mindenkinek gondja volt tegnap. Mondtam. Az a baj, a sztorival van baj. Nem tudom, mi történt az első részben. Építesz a házat, utána meg még egyet. Figyelj, építek egyet, megtámadnak, mégis jó. Igen. Hát nem is rossz ötlet. Nem, én eleve nem akartam erre játszani. Tudjátok, tudom, hogy nem az én játékom ez a crafter, építgetős valami. Meg amúgy is gondoltam, hogy milyen állapotban lesz így megjelenéskor, meg hasonlók. Hát, elég kiábrándító volt. Na, akkor volt, mondom, meg kell nézni. Tegnap mondom, belenéztem a streamekbe. Én is láttam. Elég kiábrándító volt. Igen. Meg reggel olvastam néhány ilyen nagy streamernek így a visszajelzését róla Twitteren. Mondták, hogy majd kész lesz egyszer. Lehet, úgyhogy azért is nem is akartam erőltetni. De mondom, Nessai tudom, hogy streameli, meg ő amúgy is nagyban van ezekkel a játékokkal. Nyomja, ugye valaki kíváncsi rá. Lehet pörgetni a dolgokat. Jól van. Na, köszi, hogy itt voltatok. Legyen szép hétvégétek, aki esetleg nem jön délután, megy este. Jövő héten talizunk azokkal. Igen. Aki még megmarad. Aki még megmarad, na, szevasztok. Na, megnyomtad. Megyek fel Discordra. Most a Discord? Megdomáljuk ezt a DC Marvel dolgot. Jó.